Megjegyezték Gattyán György pártját, írta meg a Magyar Nemzet. A párt a Megoldás Mozgalom nevet kapta, székhelye pedig a milliárdos üzletember legnagyobb vállalata, a Dokler Holding lett. A Híradónk által megkérdezett elemző és nyilvánosság stratéga szerint Gattyán Györgynek még egy nagyon aktív, kompetens kampánynál is kevés esélye van a választásokon. A párt programja egyébként készen van, jövő héten hozzák nyilvánosságra, tudta meg Híradónk Gattyán környezetéből. Igazából megragadnám az alkalmat, hogy bejelentsem hivatalosan és ünnepélyesen, hogy aktivizáljuk pártunkat, és elindulunk a 2022-es választásokon. December 17-én az Egyenes Beszéd című műsorunkban jelentette be Gattyán György, hogy indul a 2022-es választásokon. Pontosan egy héttel később, december 24-én be is jegyezték a milliárdos üzletember pártját, írta meg a Magyar Nemzet. Megoldás Mozgalom, ez a pártunk neve. A pártelnöke Gattyán György, alelnökei a Techból két alapítója, Huszár Viktor és Borsányi Gábor, illetve Bajusz Krisztina ügyvéd. A párt székhelye a milliárdos legnagyobb vállalata, a szexkamera biznisszel foglalkozó 10. kerületi Dokler Holding lett. Ő nem feltétlenül egy valódi működéssel rendelkező pártot szeretne gründolni. Az iránytű elemzője szerint ez a késői pártalapításból és a kampánycsapatának toborzásából is leszűrhető. Ember Zoltán gyanúsnak nevezte azt is, hogy egy sikeres, megfontolt üzletember egy olyan politikai projektbe vág bele, ahol a győzelem szinte kizárható. Pozíciója inkább az ellenzéktől venne szavazót, illetve az olyan nem szavazóktól, bizonytalan szavazóktól, potenciálisan, tehát nem tényekről beszélek, hanem lehetőségekről, akik érettségizett vagy diplomás szavazók, viszont belőlük nincs annyi, hogy elérhesse az 5%-ot. A Híradónknak nyilatkozó nyilvánosság stratéga szerint a választásokon való indulás Gattyán Györgyöt akár még nehéz helyzetbe is hozhatja. Nem magyarázta el a digitalizáció fogalmát, nincs kampánya, időzavarba került, és a listás szavazatokhoz hiányoznak az egyéni jelöltek. Választókörzetekben megtalálni azokat az embereket, akik politikai kompetensek, az meglehetősen nehéz feladatnak tűnik. Kampányban nem szokás jelölteket keresni, kampányban már a jelölteknek dolgozniuk kell, hogy megismerjék őket az emberek, és bizalmuk legyen rájuk szavazni. Kerestük Gattyán Györgyöt, de elfoglaltság miatt nem adott interjút. Egy hozzá közeli forrásból viszont megtudtuk, a párt programja már készen van, jövő héten ismertetik a nyilvánossággal.